És mit csinál? Fölvágja a hasát álmában a farkasnak, kisegíti belőle a nem túl jó illatú hölgyeket, gondolom én. Ahogy aztán csak kiderül, hogy nagymamám van ruha, tehát a farkas szekrényből vett másik nagymama ruhát, vagy volt neki. És erre fel sem ébredt, milyen király anesteziológusok vannak a mesébe. Telerakta a vadász kővel, ez nem vadász, mert igazi vadász ilyet nem csinál, és visszavarta. Majd a farkas ugye, amikor felébredt, nem úgy volt, mint te a vakbélműtét után, hogy 3 hétig ki se tudták kelni az ágyból. Anya, kérem a teját, jaj! Ez meg vidáman elment a folyóhoz inni, és belefulladt. Borzasztó, és annyiféle mese van, így végig gondoltam, hogy vannak olyanok, amik reális veszéllyel fenyegetnek, mint a Jancsi és Juliska, hogy apád azt mondja, hogy ha majd rossz gyerek leszel, ott hagyjak a erdőbe. Jó. Vannak olyan mesék, mint a varázs ceruza, ami már majdnem vallás. Nem a Covid-féle megoldásra gondolok, hanem ugye volt egy ilyen mese, hogy volt egy kisfiú a kutyájával, és a galibát követett el, vagy bajba keveredett, akkor megjelent egy törpe, adott neki egy varázsceruzát, és azzal, amit rajzolt, az életre kelt, vagy megvalósult. Ez irigylésre méltó mese, meg vannak ilyen kis aranyos állatokról szóló mese, mint a vakond, a kis vakond nadrágja, meg a vízipók, ezt mondjuk, ezt annyira nem kedvelem. Amit legjobban gyűlölök, a hupikék, törpikék, az borzasztó, nyomorult, kékek, fehér nadrágban, egy nő van köztük. Majdnem csillagok háborúja, abban 2 van a csillagok háborújában, az a legrosszabb. Tehát így, hogy 7 rész, és azt se tudod, melyik az első. És vannak benne olyan lények, ez a kis R2D2, a kis mosógép, úgy tudnám felborítani, mint a szél. A kis keverőtárcsás, hogy akinek volt hajdú szuperautomat a mosógépe, azt egy fegyvergyárban gyártották valaha, 90 kilóra sikerült, és volt neki 4 kereke, hogy édesapa, hogyha nagyon felszívja magát, ki tudja vinni a konyhába a küszöbön át. Csak jelzem, hogy még a szőnyeg rojtjában is elakad a kis kerék, és ehhez képest a filmben ez a nyomorult kis henger alakú számítógép kerekeken gurul a sivatagba. Anyád! Irreális! Ilyen nincs! Ja, és henger alakú számítógép, mire jó, ha elborul a hegyen, lejön az aljára, ugye semmire nem való. Akkor itt van Csubakka, Harrison Ford kutyája, aki előlül a sofőrülés mellett. A kutyának hátul a rács mögött van a helye, és belenyúlkál vezetés közben kapcsolgat, és ami a legdurvább, hogy Csubakka, aki a nem tudom hány részben körülbelül ennyit mondott összesen, hogy van neki gége mikrofon a fején, meg fejhallgató, hogy ő kivel kommunikál. Ez kinek üzeni, hogy ezt borzasztó. Na, a fehér ruhás csávók nagyon idegesítenek. Azért, mert aki volt katona, tudja, hogy adnak ilyen rendfokozatokat, hogy meg lehessen egymást különböztetni. A focistákon is van szám. Ezek a fehér ruhás klónok, rohamosztagosok, teljesen egyformák, nincs számuk, és ilyen fehér páncélban vannak, állítólag páncél, bármelyiket meglövi Harrison Ford, azonnal megdöglik, de az páncél. És csak úgy mondom, hogy a norvég határőr télen fehér ruhában van, oké, de fenn a sötét világűrbe, fehér ruhában harcolni nyomorultak, mindegyforma. Nem lehet velük mit kezdeni háború, hogy hatan kerüljétek meg a izét, az elmegy mind. Ebben a ruhában, mikor állnak a halálcsillagon az ebédlőbe, kis tálcájukkal, nézik, hogy mi lesz az ebéd. Paradicsomos kelkáposzta főzelék. Húsgombóccal. Nem tudja megenni. Ilyen rés van, hogy elől, ugye a sisakon elől, ott beönti a paradicsomos káposzta főzeléket, de rámegy a szép fehér ruhájára, hát Darth Vader kidobja az űrbe. Darth Vader, a főnök, ő még így reszelt almát tudna enni, hogy bereszeli a sisakba. Vele van az erő, mert ugye ő lemegy a konyhára, erőlevest kér. Valamelyik részben volt, hogy 20 méterről így a mutató ujját és a hüvelyk ujját összeszorítva fölemelt egy embert és folytogatta. Hogy ez a mozdulat minek kellett, ugye? Meg, most figyelj, ami a legdurvább az egészben,
ionvonó sugár van, lézerfegyverek vannak, egy messzi-messzi galaxisban, mobilja meg egynek sincs. Ezek. És Darth Vader, aki mondom 20 méterről meg tud ölni, miért kardozik nekem ott fenn a világűrbe? Rokon a Dardanyánnak, vagy mi a francia? Lézerkard, vagyis hát fénykard, így hívják. Tulajdonképpen a legjobb fegyver ellene egy golykó mitics zsebtükör. Főnök elérántja, suf-fuf, és meg is döglött, ugye? Fénykard. És nagyon vicces, hogy a filmekben, mondjuk vannak ilyen lézerfegyverek ebben is, hogy kilövik a lézernyalábot, az pont olyan lassan megy, hogy te mozi néző még lássod. Pedig tudjuk, a fény az nem olyan, hogy csattan a foton a falon, meg izé. A filmen, ha valaki fölkapcsolja a villanyt, és van 10 lámpa, az így kapcsolódik fel. Hát ilyenek a filmek. És Darth Vader ugye ezzel a fénykarddal, ami azért idegesítő, mert a fénykard mindent elvág. Kivéve a fényt. Ezek mit szívtak, mikor ezt kitalálták? Lézer a lézerre nem tud átmenni, a harckocsit ketté vágja, és csak elképzelem, hogy Chuck Norris, példaképpen, felszökne a halálcsillagra, és kirúgná Darth Vader kezéből a fénykardot, ami mindent elvág. Zügy, átvágja a fedélközt, egy szinten lejjebb, de nyúlj hozzá! Ó, basszus! Átvágja az egész űrhajót, bejön a sötét, aztán mindenki elpusztul, mert a sötétség gyorsabban terjed, mint a fény. Ez biztos. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a Rádió Kabaré hallgatóit. Én nem tudom, hogy hogy van, hogy ezek a kábítószerek, amik most ilyen divatosak, hogy azért lettek-e divatosak, mert olcsóbbak, mint az alkoholos tudatmódosítók, vagy azért, mert kisebb helyen elfér, vagy jobb. De valójában tudom. Mert dolgoztam olyan helyen. Gyógyszergyárnak hívják, tetszik tudni. Ott egy régi technológia szerint a 30-as években Kabai János nevű gyógyszerész fejlesztette ki, a mák a gubójából kivonják a morfiumot. Még csak mákos tésztát se akarják például Franciaországba vinni, mert azonnal lecsuknak. Nálunk meg 100 hektárokban ott virágzott a mák, jöttek ide külföldiek. Mi meg nem tudtuk, hogy minek örülnek. Na hát, abból kivonják mindegy, hogy hogyan azt, ami abban hat, és ebben az üzemben dolgoztam, gyógyszert készítettünk belőle, hát a nagyon szimpatikus narkotin nevű köhögés csillapítót, amit az urától errefelé nem igen vett be élő ember, de volt rá igény, gyártottuk nagyban. Úgy kezdődik egy műszak, hogy három ember lemegy a pincébe. Nem otthon, hogy berúgjon, hanem a gyár. Na milyen a magyar? Mindig überelni kell a másikat. Rám néz, az semmi. Mert nagyobb paraszt vagyok, mint te. És igaz. Tehát, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy szájkaratés, ha ismered, hogy mindenbe bele tudok ugatni, de semmihez nem értek. De mindenbe beleugatok, Attila, erigyél már onnan, ne te csináld, mert Petike szaladják. Menjél, hagyjad már, csinálj, Peti, ért hozzá, csavard le a sárgát. Nem jön, zöld? Akkor a piros, ne arra, másik irányba. Na jó, van letöltet, hülye vagy, jó, van. Ilyen. Képzeld el, a 304-es italbolt kupola termében szórakozott, megivott 4 kötőjel 16 üveg sört, és gondolta, hogy ez már felesleges, egy részétől leadná a kis objektumban a kocsma udvaron. Kigurult, mert ő egy ilyen 160-as tökéletes testalkatú férfi, hogy magassága, kerülete, súlya 160, nem keveri. És elindult a kis objektum felé, a kocsma udvaron meg srácok beszélgettek, cigarettáztak, és egy szájkarat, és nem mehet el mellettük úgy, hogy így ne szólja meg őket, hogy elérte már az apátok, hogy elégjél már anyád, meg otthon sír, hogy elütött az ifa, de meg itt iszol a cigarettát. Csak az egyik meg igazi karatés volt, aki úgy rúgta fejbe egy köréves rugással, hogy a fröcski sem lögybölődött a kezébe. Egy hétig ide volt neki írva, hogy sadida.
mert tornacipőben volt. És ahogy így megrúgta, elindult a feje észak-észak-nyugat irányba, ő úgy érezte, hogy alá tud ennek futni. És így szaladt a feje alá, felgyorsult, és így eltűnt a sötétbe. Úgy felgyorsult, hogy mikor becsapódott a kerékpár tárolóba, ami nálunk ilyen betonacélpálcákból van hajtogatva, becsapódott, és átment a feje. De nem jött vissza. És a srácok hazamentek, ő meg ott bebörtönzött fejjel, ott bugolt a kocsma udvaron a sötétbe. Kiabált, hogy gyertek ki! Nálunk ezért nem szoktak kijönni a kocsmából, mert valaki kint ordít, minek, hogy megverjenek? Kiabált, elfáradt. Érezte, hogy itt baj lesz, mert zuhant a véralkohol szintje. Hát összeszedte minden erejét, és felállt a bicikli tárolóval a fején. Mert hogy szerdán történt, és nálunk kedden van piac. Kedden oda 10-20 bicikli még este be van állítva, így nem volt egy se. Felállt, és hazament gyalog. Azt mondta, egész úton attól fostam, hozzáér a villanydróthoz. De hazaért. És amikor egy férfi fáradtan hazamegy, ó, de hosszú nap volt, akkor valamit mindig akar, ami a stresszt leveszi róla. Ugye van egy ilyen kérdés, hogy miért van az, hogy a nőtlen pasik ilyen semmilyen testalkatúak, hogy ilyen, mint ez az oszlop, ilyen párhuzamos, gusztustalan, szögletes, sarkos. Ahogy meg megnősül, így kezd kikönyökölni a kardigánt. Azért van, mert a nőtlen pasi hazamegy este, ó, de hosszú nap volt. Van-e valami érdekesség a hűtő szekrényben? Kinyitja. Hideg. Semmi. A nősz pasi hazamegy, jaj, de hosszú nap volt. Van-e valami érdekesség, hajtja fel a paplant? Irányt vált, és még gatyában kimegy a konyhába a hűtőszekrény meglátogatni. Na, kocka fej, mutasd magad! 8 liter hideg töltött káposzta várja apát. És a férfi, ha éhes, nem tipródik ilyesmin, hogy milyen színű abroszhoz, milyen színű szalvétal. Miért jön valaki? Na ugye, hogy a töltött káposztát etikett szerint mivel illik enni? Kézzel, késsel, villával vagy kanállal. Nem tipródik rajta, mert éhes. Úgyhogy enni fog. Leemeli a fedőt. Hol az anyád borokkölöm? Zsírral lefelé a mikró tetejére cuk. Töltött káposzta. Sterilizálja az evőeszközt. Sok benne a rizsa. Nem baj. A kenyér. Ica! Itt! Mindegy, akkor aludjál. Úgyis hízlag. Betolja a 8 liter hideg töltött káposztát, gatyába térdelve a kövön. Na, de jó volt. Megyek aludni. Oda gurul anya mellé az ágyba, de a 8 liter hideg töltött káposzta még nem tervezett pizsamaosztás. Az idő is jobb lett. Kezdik helyüket keresni a szervezetben. Gyötörve a gazdatestet. És ha valaki tudja, mi az betegnek lenni, az nem a nő. Ez mi, hogy nem tudom, mint a bujkálna bennem valami. Ezt így kell, figyelj. Jaj, hiápapot, édes jó Istenem.
Itt döglött rakásra. Jaj, fogja az ördög a bokámat. Ez az alap? Megmérem a lázam, hát, ha nem olvad meg. Ezt így kell. Nagyon jó hír, hogy mi rendezzük a következő vizes VB-t. Eleve én nem értem, hogy mi magyarok a vízilabdában hogy vagyunk ilyen jók lassan 100 éve. A feleségem megfejtett, azt mondta, eleve egy medencében élünk. Kérdés, hogy akkor mi van a kerékpározással, mert mi vidéken legalábbis minden ilyen tesztben, ahol fölmerül a kérdés, hogy sportol-e rendszeresen, igen, mennyit hát naponta 24-28 órát is akár, kerékpározok, mert mindenhova biciklivel megyünk, keresztanyád megy a boltba, 6-8 kosár felakasztva, az neki sport. És jelzem, hogy vannak kerékpáros sikerek, csak kevesen tudják, van BMX világbajnokunk is. És a múltkor láttam egy bemutatót, színpad előtt állt két srác a biciklin, a pedálon, de nem volt letéve a lábuk így helyben. Flambár barátom egyszer csinált ilyet, de ő nem direkt. Annyira be volt rúgva, ment haza biciklivel, azt hitte kocsival van. Piros volt a lámpa, megállt. Nem tette le a lábát. Az arcát tette le. De ez a csávó ott állt, és a másikat helyből biciklivel átugrotta. Egy helyi erő kapaszkodott a színpad szélén. Így értékelt a mutatványt. Hülye gyerek. Úgy csinálnak, hogy fenn van hátul a gázpalaszt. Én imádom a tévében nézni a sportokat. Tehát az, hogy a televízió van, nekem már azért a legfontosabb, mert mindent lehet látni. Bármilyen sport közvetítés, jó, nem a foci. Régen a foci miatt néztük, de most nem. Érthető okokból, hogy a sport közvetítések a legcsodálatosabbak. Egyrészt mindenütt van kamera, mindent látsz, még a víz alatt is. Hihetetlen, és a kedvencem, amit leginkább szeretek nézni, a toronyugrás, a műugrás. Ugye nekem ez egy igen létidegen sport, mert én a Hortobágyon nőttem fel ott, hogy honnan ugrottunk volna le és hova. Egyszer voltam Hajdúszobosztón, és ott volt ilyen torony, és mentek fel a kis csávuk. Jaj. És a negyedik sör után mondom, kis köcsön. Kérem, tudja megcsinálni. És elindultam föl mászni a létrán, ott addig jó, míg mászol föl, mert a lábadra koncentrálsz, hogy nehogy megcsúszol, és ráspárgázol a család ékszerre. És úgy felértem, 15 000 méternek tűnt. Gondoltam, visszamegyek, de 6 kis csávó már ott állt, hogy bácsi, tessék sietni. Ennyi lett volna a megoldás, de mi van, ha néznek? Úgyhogy leültem a deszkára, hogy kimegyek a végére, ott leengedem magam, és akkor nem olyan veszélyes. De a műugrók, hát esküszöm meghalok, a gyíktestével fölmegy. Kigázol a deszka végére, kezében ez a szopirongyi. Miért mi? Azt mondja, egy csaj, az nem szopirongyi. Nem mondom, itt az okos, hanem mi? Az... Vileda. No, akkor át fog csobbanni, hogy le kell mosni az ablakot. Nem, azért van nála a Vileda, felelt a hölgy. Ugye jobb lett volna csendben maradsz. Hogy a szeméből kitörölje a vizet. Az ugrás előtt, ugye? Akkor a vízilabdás hogy menne már medencébe búvárszivattyúval, mert ott vér is folyik. Megáll, így ledobja, mert akkor jött rá, hogy minek hoztam ide, ledobja. Na, onnantól jön a produkció, ami érdekes. Ruganyózik egyet, nem én, nem kell, nem mutatom. Ruganyózik, cím fel, 3-4 szaltó, sum, be a vízbe. Azt mondja a műsorvezető, nagyon szépen elcsobbant a versenyző. Ó, de hogy ilyen okos tűntünk, látom. Mire gondoltál, hogy visszapattan? Nem jég, víz, elcsobbant. Jó szakkifejezés, és na, innen még izgalmasabb. A víz alatti kamerán látom, hogy bemegy a víz alá, és ami miatt nézem, itt látszik, hogy a gatya mindegyiken fennmarad. Én 10 éve nem ugrottam úgy fejest.
Ha-ha-ha. Hogy térdig legalább le ne menjen. Pedig meg van kötve. Jó, hát itt a dombon, de hát... Hova kössöm a fához, mi? Kimegyek a strandra, be a szekrénybe. Megkötöm, mindig marad még benne. Meghúzom, nagyon, mert fejes fogok ugrani. Mert két nőt is láttam a füvön. Akkor a fiúk magatartása megváltozik durván. Ha úgy vagyok megkötve, hogy úgy nézek, mint egy szaloncukor, akkor jó? Mert megyek fejest ugrani. 3, 2, és... Oda megyek a kő. Így is lehet baj, hogy egy köcsög méhes, ott van a füvben, állít. Összedől a rendszer, figyelni kell. Fellépek a kőre, néznek a lányok, ugrok egy fejest. Gatya le. Van egy ilyen fogalom, hogy férfi szemérem. De van. Olyan is van, hogy férfi higiénia. Az a szellőztetésen alapul, maradjunk. A férfi szemérem pedig az diktálja nekünk férfiaknak, hogy amíg rajtam a gatya nincs a helyén, az én arcomat élő ember nem áll. Vagyis még a víz alatt vissza kell szerezni a gatyát. Többiek nézik. Tehát én csak úgy szoktam 5 perc. Vízszörfölök. Hát akkor ígyunk. De hogyha... Te is. Látom, te is. Jó van. De ha ott van a család, ugye, akkor muszáj megnézni, és hát belecsúsztam ebbe a köldök nélküli fiú filmbe. Látta már valaki? Nem, mi van egy srác, nem anya szülte, valaki ide fingott egy másik univerzumról, és nincs neki köldöke, viszont a 18. érzéke is van. Hű, nagyon általkodott dolog. Áll a csávó a barátnővel a teraszon, beleszagol a levegőbe, és azt mondja, elektromos kisülés szaga. Gömbvillám lesz. Álljuk hátrébb. Hátrébb lépek, és bang, a petúniába belecsap a villám. És senki nem csodálkozik. Bemennek a házba. Hát én csodálkoztam. Tehát én tanultam fizikát. De tényleg. Nem látszik. Jó van. Megvárlak. Meg ugye az élet is ugye egy-két dolgot megtanít az embernek. Én már gyerekkoromban tudtam, hogy a hang gyorsabban terjed, mint a fény. Bekapcsoltam a tévét, mindig előbb volt hang. Aztán jött be a kép. Na de hogy a szag gyorsabban terjed, mint mind a kettő. Jó, nem a mindenki iskolájában volt, ezt azért be kell látni. De a legdurvább film élményem, ilyen délutáni 12 éven felülieknek szólóról beszélünk, vagy csak embereket tépnek szét, meg így. A cápa visszavág, láttad? Mert volt a cápa 1, 2, 3, 4, cápa visszavág. Gondolták, megijesztjük a magyarokat, mert jobban vásárolnak. Csinálunk egy olyan cápás filmet, amiben a cápa elköltözik az óceánból. Mert a magyaroknak nincs tengerük, azok nem fognak félni, hallod? Cápa elköltözik az óceánból egy tóba. És feladja ősi ragadozó életmódját. A cápa olyan buta, hogy levegőt nem tud venni. Nincs kopoltyúja, ha megáll, meghalt. Hát... Egy ilyen óriási nagy cápa átköltözik egy tóba, és színes fém gyűjtő lesz. Láttam a tévébe, esküszöm, hogy láttam, leharapta a hidat. És a búvárokat nem úgy ölte meg, mint eddig, hogy ketté harapta, mint óvodás a nápolyit, hanem lett a hátáról a palack. Szeretettel köszöntöm a Rádió Kabaré hallgatóit. Én nem tudom, hogy hogy van, hogy ezek a kábítószerek, amik most ilyen divatosak, hogy azért lettek-e divatosak, mert olcsóbbak, mint az alkoholos tudatmódosítók, vagy azért, mert kisebb helyen elfér, vagy jobb. De valójában tudom. Mert dolgoztam olyan helyen,
gyógyszergyárnak hívják, tetszik tudni. Ott egy régi technológia szerint a 30-as években Kabai János nevű gyógyszerész fejlesztette ki, a máknak a gubójából kivonják a morfiumot. Még csak mákos tésztát se akarják például Franciaországba vinni, mert azonnal lecsuknak. Nálunk meg 100 hektárokban ott virágzott a mák, jöttek ide külföldiek. Mi meg nem tudtuk, hogy minek örülnek. Na hát, abból kivonják mindegy, hogy hogyan azt, ami abban hat, és ebben az üzemben dolgoztam, gyógyszert készítettünk belőle, hát a nagyon szimpatikus narkotin nevű köhögés csillapítót, amit az urától errefelé nem igen vett be élő ember, de volt rá igény, gyártottuk nagyban. Úgy kezdődik egy műszak, hogy három ember lemegy a pincébe. Nem otthon, hogy berúgjon, hanem a gyárban felhozni az alapanyagot, ami olyan tepertő sütő üstben van, mint ami divatos vidéken, 50 literes zöld zománcozott. Abból kettőt felhoz három ember, középen rosszabb állni, mert akkor jobban meg vagy terhelve. Abban van üstönként 40-44 kiló elég tiszta morfium. Az olyan 16-18 ezer évnyi börtönre elegendő. Ennyit dolgoztunk fel egy műszak alatt, fölcipeltük, kiborítottuk az asztalra, és életemben először látva morfint, csodálkoztam, hogy nem olyan, mint az utcán, vagyis a filmeken, hogy egy ilyen fehér por, és Kocsek így velenyal, és dörzsül az innyét, és azt mondja, hogy ez igen kolumbiai filmeken, hanem az életben úgy néz ki, mint egy zsák döglött cement. A színe, az állaga is olyan, dübben, amikor kiborítod, úgy is hívják ott, hogy morfin torta. Ez azért utal egy kicsit arra, hogy van benne valami kis finom. És akkor Feri bácsi bejön egy keretes fűrészsel, de pont olyan, mint amilyen az asztalosnak volt az időtájt, és ketté fűrészeli a morfin tortát, por állarcban védve az ő egészségét, hogy nehogy a szervezetébe bejusson ez a csúnyaság. És akkor azt is ketté fűrészeli, amit már ketté fűrészelt, mindent egyre kisebbre, öklömnyi darabokig fűrészelget. Hát ugye száll a fűrész, porszan a széjjel mindenhová, de az ő egészségét védi a porálarc. Este, mikor műszak végén leveszi azt, két kis fehér kifli mutatja az orra alatt, hogy volt hiba. Bemegy. Amúgy is tudnád, mert egyre vidámabban fűrészel az öreg. És mikor ezt a majd 90 kilónyi morfiumot öklömnyi darabokig fűrészeli, behoz egy olyat, mint a nagyanyád sajtreszelője, és azon lereszeli ezt az egészet, úgy nevezik, hogy porítás művelet. Mennyire furcsa, hogy lehet fogalmazni, ugye front desk manager, azt amúgy csak portás, ugyanez, hogy porítás művelet, lereszeli gyakorlatilag ezt a szutykot, hát, és utána, amiben a cukrászok a krémest viszik abba a nagy cukrász tálcába, elegyengeti egyre jobb hangulatban. Ebben a pillanatban valaki becsapja az ajtót. Céges buli indul! Hello, 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 hello! Ez egy ilyen vidám munkahely volt. És volt egy olyan gyártási folyamat, amikor a morfium hidroklorikum készült, ami az az injekció, amit műtét előtt adnak alapozásnak. A mentő átmehet rajtad, nem érdekel. Az úgy készül, hogy a tepertősütő üstöt, amit már az előbb megismertünk, csodálatos munkahely volt egyébként, mert a falból, ahol a vizet vártad volna, amikor kinyitottad, alkohol jött. 98%-os tisztaságú alkohol, slaggal így lehetett. Azt mégsem locsolgatták egymást az emberek a munkahelyébe, mert benzollal volt szennyezve ez az alkohol, ugyanis ha azt megiszod, azt az alkoholt, amiben benzol van, úgy fog fájni a fejed, hogy hát mesélhetnék róla, de nagyon, maradjunk ennyiből, nagyon. Mert az alkoholt mindenki lopta. Te is loptad, ne röhögjél. Meg a gyógyszertárban mentél, hogy egy deci lesz. És mihez kell fiatalember az az egy deci alkohol? A magnónak a kombinált fejét megtisztítani. Otthon meg málnaször, pesgőpor, itt is ugyanez volt, csak tudtuk, hogy mi abból nem iszunk, akár mekkora házi buli van, majd a többiek hogy fog fájni a fejük reggel. Mindegy, azért hibák ott is vannak.
teleengeded ezzel a 98%-os alkohollal a tepertősütő üstöt, nem teszel bele csak 40 litert. Felteszed melegedni, és kis játszótársad behoz egy műanyag vödörbe 4-5 kilónyi szintiszta morfiumot, és te fölé hajolsz a hevülő alkoholnak, egy üvegcsővel rajtra készen, várod, hogy ő a kislapáttal, de olyannal, amivel a kölykök kinyátszanak a játszótéren, a morfiumot belelapátolja neked az alkoholba, hullapelyhes, hullapelyhó. Azt a 4-5 kilót beletolja, te meg az üvegcsővel elkavarod. Hát ez a hevülő alkohol meg a morfium együtt, ahogy párolog és megy fölfelé, elkerülhetetlen. Az ott porálat sem segít, te neha lett volna. Úgy megy be az agyadba, mint Intercity a birkanyájba. Tudom. Egyszer csináltam. Egyszer, mert utána megcsináltuk, jó van, nagyon sokat dolgoztunk ma, pihenjünk, leültünk. Felálltunk, és tudod, van ez az érzés, hogy felállsz, jaj, a vérnyomásom, kicsit megszédültem. Visszaültem, ugyanúgy szédültem tovább, lefeküdtem anyát, még mindig szédültem. Mondják, hogy 2 nap múlva a kórházba így álltam a sarokba, és még mindig kevertem az üvegcsővel. Állítólag. Úgyhogy tudom, hogy nem szabad hát ilyen dolgokkal foglalkozni, mégis hogy jártam, fájt a hátam, és az orvos barátom azt mondta, hogy hát így nem lehet fellépni ilyen fájdalmakkal, ugye, ugye, ugye? Adok egy tapaszt, azt ráragasztod, és el fog múlni. És elmúlt. És annyira boldog lettem, hogy mivel egy hungarikummal foglalkozó cég pálinkát gyártanak, támogatta a rendezvényt, ki volt oda készítve egy olyan 3-4 négyzetméternyi feles, és olyan boldog voltam, hogy elmúlt a fájdalom, hogy gondoltam, így átlósan átiszom magam az asztal túlsó sarkáig. És az alkohol meg a morfin származékok együtt arra jók, hogy hát megállítják az anyagcserét bármi áron. És a vérnyomásodat is helyre teszik, zéróra. Akkor megint jött ez a kis szédülés, fekve is, aztán 34 volt a pulzusom, ami nem olyan sok. Az anyagcsere az már meg volt állítva egy napja. Feküdtem otthon, mint egy kártyanaptár így. Feleségem próbálta mérni a pulzusomat, nem volt, viszont ott fenyegetett annak a réma, hogy nekem este fellépésem van, 38 fok volt pluszba, és mondtam a feleségemnek, vigyél oda, majd lesz valahogy. És a gyerekek begörgettek a kocsiba, ő elhurcolt a tetthelyre, és láttam, hogy ott áll a mentő, mondom, lesz itt megoldás, én egy kis koffeinben, majdnem kokain mondtam, koffeinben reménykedtem, na! Valahogy oda mentem a mentőshöz, így napozott ki, na 38 fokban, fél pucéron, mondom neki, hogy mi újság a helyzet, hogy hát tegnap óta anyagcsere blokkolva van, és amibe az úgy ki, hogy tehát meg sem melegszik oda bent, plusz nincs vérnyomásom, és arra a színpadra kéne följutnom, mondta, hogy jó van, bevitettem a mentővel. Elmagyaráztam neki még egyszer, hogy mire gondoltam, mondta, hogy nem, bevitett a mentővel, meg ki fogok száradni. Mondom, ez a fél óra már ezen nem oszt, nem szoroz, legalább akkor hadd mondjam el a művészetemet a lakosságnak. Nem ő bevitett, úgy felidegesítettem magam. Felment a vérnyomásom emberére, mondtam, nem is kell most már a cuccot, tudod? Fölmentem a színpadra, állítólag elmondtam a műsoromat, és állítólag levett 4 biztonsági őr, és most állítólag itt vagyok. Hát van ilyen állapot, van, aki így születik, hogy nem kell neki hűíteni magát, hanem... Vannak ilyenek, hidd el, ismerek egy párat. Tapsolunk, meg viháncolunk, de én megnéztem az interneten, 324 nap és 5 óra múlva vége lesz a világnak. Van egy ilyen honlap, ahol ezt számolják, és nem alaptalanul mondják ők, ugyanis a maják 1000 éve kihaltak. Pont ők fogják megmondani percre pontosan, hogy a maják megmondták, hogy 2012. 12. hónap 21-én le kell adni a szerelést, vége lesz a világnak. Alapozzák mindezt egy maja naptárra, amilyen korong alakú, és hát ugye a maják írni se tudtak, rajzoltak.
És betelt a korong. Vége a világnak, nem? Ha? És mi van, ha volt egy másik, csak elgurult? De ők ezt már így eldöntötték, vége lesz a világnak, különben is milyen gyanús szám. 2-0. 1-2. 1-2-2. Vége lesz a világnak, kész. És ez kell a bulvár sajtónak. Már írják is, hogy mit kell tenni világvége esetén. Elolvastam. Le kell menni a pincébe. Eddig jó, de általában nálunk így kezdődik a világvége, hogy apa lemegy a pincébe, és talán feljön. Le kell menni a pincébe, vinni kell le konzervet. Vigyünk. Vizet. Na most nálunk, ha pincében víz van, kitorapálni. Felvett a víz a pincét, víz a borra. Konzervet, vizet, meg olyan porokat, amihez, ha vizet öntesz, az olyan lesz, mint a konzerv. Ezt mondta az újság, akkor így van. És ugye riogatnak, hogy tényleg az idén le kell adni a szerelést. Többféle megoldás van, hát kozmikus katasztrófa, ezt nagyon kedveljük. Kisbolygó? De igen, jön a kisbolygó is. Ugye nő az ózonlyuk. Kiesünk az űrbe, lefeljük a műholdat, ez is egy megoldás, én belátom. Állítólag annyi űrszemét kering a Föld körül, hogy márciusban a NASA fellő egy seprős kocsit, hogy legalább az űrhajók kiussanak valahogy. Jaj! Ha volt katasztrófariasztás, de igazi, mert volt ilyen mordori, hogy... Bóckodás. Vasárnap nézem a tévét, főhős ránézkedik a hősnőre, hú, mondom, akció van. Ekkor megjelenik egy szigorú tekintetű barna asszony, és sárgán villog, hogy katasztrófa riasztás. Akkor ettem meg az utolsó babkonzervet, és elkezdi mondani, hogy katasztrófa riasztás. Rogy? Ezt nem ő mondta. Rogy? Hát nagyon megijedtem, hogy ez a Phobos Grunt űrszonda a hírügynökség jelentése szerint visszatért a légkörbe, állítólag egy amerikai radar távirányítója tette tönkre. Hát ez olyan, mintha a szomszédon bekapcsolná a távirányítóval a tévét, és az enyém robban föl, nem? Hát ez hülyeség. És visszajön a légtérbe az űrszonda, és Magyarország területére hullik. Sok udvaron már ordítottak, ide testvér, ide jaj! De én inkább megijedtem, de nagyon, és elmondta a hölgy, hogy ez van, ide hullhat, ne gyújjanak hozzá, marha nagy darabokban esik, riasztás lefújva. Miért nem ezzel kezdi? Riasztás lefújva ezért. Már akkor nekem mindegy volt, én már nem kívántam se a babot, se a filmet. Azért a pincébe lementem, nehogy baj legyen. Mert hogy folyton itt van a levegőben 2012 világvége, na most lehetnek még ilyen természeti katasztrófák is, hogy mondjuk bedugul egy vulkán. Ismered az érzést? Nő belül a nyomás, és azt még csak hagyjad, hogy fűnyírás közben így a vakond járadba, hogy úgy lövi ki a vakondokat, de úgy kinyomja a Himaláját, beleakad a holdba, leránt minket a francba. Úgy? Simán lehet ez is. Illetve hát szerintem még az is lehet, hogy a globális felmelegedés hatására, ugye van ez a hőtágulás, lenyúlik a troli vezeték, hozzáér a földhöz, agyoncseszi. Na nézhetjük azt is. Továbbá ezek az alternatív energiaforrások sem veszélytelenek. Az M1-esen haladva Győr felé gyakran látjuk ezeket a nagy szélkerekeket. Félelmetes, mert én nagyon félek tőle, mert néz. Mögötte van az a kis bódé, kollégáknak bebeszéltük, hogy abba ül egy ember, az mindig szélirányba forgatja. És nincs fent vécé. Szóval az is veszélyes, az a marha nagy szélkerék, forog-forog, egyszer csak beakad, úgy megforgatja a földet, mint egy kalapácsvető, eldob minket a francba. Ugye simán lehet ez is. Ha vagy Tiszalökön úgy felgyorsul a vízi erőmű, leég a Tisza. Az meg, mint a gyújtózsinór. Duna, fekete tenger, puf! Akkor hajózzál, öcsém, a homokba. Ez is lehetséges. Ja, azt nem is mondtam, van egy nem létező bolygó. Érdekes mondat, nem? Van egy nem létező bolygó, Nibiru a neve, de vannak, akik látják. És ha Nibiru olyan szögbe fog állni a többi bolygóval együtt, akkor bármi lehet. Lehet, hogy megáll a Föld. Csak ne dél be, mert...
az a sok harangozás, te, hogy... Vagy az is lehet, hogy csak pólusváltás lesz a Földön, hogy visszafelé fog forogni a betonkeverő. Vagy úgy megzavarja a műholdakat, bekapcsolod a tévét, és azt mondja, a következő lehetőségnél fordulj balra. Hát, erre készülnek sokan, hogy így elpusztul a világ. Szerintem a legvalószínűbb az lehet, hogy úgy megnőnek az adóterhek, hogy beszakad a Föld. Az est házigazdája, Csatházi László. Jó szórakozást! Itt a klubban. Laci vagyok, testépítő. Nincs kész, ezt nem mondtam. Debrecenből jöttem, köztudottan ez egy város. Sajnos nem borvidék. Nehezen nyugszunk bele, maradjunk ennyiben, hogy hát, hogy nem vagyunk borvidék. Például a szomszéd települést bodaszőlőnek hívják. Direkt termőszőlő borát fogyasztja a lakosság generációkon át. Ráadásul Magyarországon itt van a leggyakoribb UFO észlelés. Hát nekem volt szerencsém beszélgetni az UFO szövetség elnökével, és kérdeztem tőle, hogy lát-e összefüggést a direkt termőszőlő borának nagy arányú fogyasztása, illetve a gyakori UFO észlelések között. Azt mondta az UFO szövetség elnöke, lehet, hogy a borért jönnek. Ezt megkérdőjelezném. Azért a szarér a másik utcából nem mennek át, nem egy másik univerzumból. Mondjuk jellemző módon az UFO szövetség elnökének volt egy kis arany repülő csésze, egy kitűzője. Kérdeztem tőle, hogy így néznek-e ki az UFO-k, és azt mondta, hogy ha onnan tudjam. És az UFO szövetség elnöke nem UFO. Hát, én nem tudom, az író szövetségben ez nehezen fordulhat elő, hogy az elnök az nem író, hanem túró. És kérdeztem tőle, hogy mi a bizonyíték egyáltalán arra, hogy vannak ezek a lényen kívüli idegenek, és vagy idegen kívüli lények. Azt mondta, ha nem lenne kivezetni az UFO-kat. Gyenge magyarázat, a múltkor ennél a kérdésnél egy néző bekiabált, Mars Janikó! Ez már erősebb. A vidéki atmoszférát nem a kakas kukorékolás és a kutyaugatás adja, hogy esetleg a városban gondolják, hanem a flex. Szikrázós és vagy visítós fűrésznek hívja a lakosság, valamennyi oltató és oltatatlan kötést viszi, építkezéskor a kolbászt is azzal vágjuk. Ferikén vágjam egy karikát. A flex mindig szól, ha nem szól, vagy Mónika Show van a tévében, vagy atomvillanás volt. Az előbbi gyakoribb, nekem is van, mert a szomszédom kérdezte, hogy Laci, kölcsön adod a flexet? Hát mondom, nekem nincs. Mi van, azért vagy? Vettem. Nem nagyon merem használni, mert veszélyes fegyver. Amikor elhallgatnak a flexek a faluban, akkor én kimegyek a teraszra, van ott egy vasúti sín darab, és rohannak ki, mi van, mit csinálsz, hülye vagy? Ellenflexelek, bazen. Képzeljétek el, a Balaton parton, ugye jönnek a külföldiek, és hát felkészülést igényel, keresik a munkaerőt, idegen nyelvtudás, előny. Két csávó állt a szállod előtt, hokedli, rajta három gyufásdoboz, here is the red, where is the red, genyó? Happy show, money show, Hungarian lucky game. Here is the red, where is the red? Felkészültek. Ez ilyen meghökkentő kérdéseket én sem szeretem. Ha tankolok benzinkútnál vagy áruházban vásárolok, akkor mindig megkérdezi a pénztáros, hogy pontgyűjtő kártya van. És én azt szoktam neki mondani barátságosan, van, de nem adom oda. És ezen mindig meglepődnek. Mint például a múltkor álltunk a Szentendrei úton a lámpánál, és odajött egy ilyen testkereskedő. Most nem tudok jobb szót hirtelen rá. Egy ilyen mozdonyszőke, nevezzük nőnek. És azt mondja, fiúk, kölszex? És ilyetünk, de meg se tudtunk szólalni, de már nyögte is a tarifákat. Szakszafon 3000, hajazással 3500. Annyira meglepett minket, hogy így a haverom annyit mondott, hogy csak hajazás van.
kicsit elgondolkodott. Csak hajozás. Csak hajozás az nincs, és elment. Nem is tudjuk, hogy mi az a hajozás. De 500-at biztos megért volna kettőnek. Á, mindegy. A meglepetések helyett mindenki idegen nyelvet tanul, ugye jönnek a külföldiek, és hát van egy barátom, aki azt hiszi, hogy ő már tud. Nagyon veszélyes állapot. Ő elment Dániába, hazajött, és azt mondta, ne menjél oda. Hát ezek, milyen buták. Bunkós útyerák banda, hallod? Én eltévedtem. Szakadó esőbe stoppoltam az autópályán, és legalább 30 autót leintettem, de mind tovább hajtott. Hiába kérdeztem, hogy can I help you? Olvastam a héten, hogy Deutsch Führ Tamás összeveszett az apósával, Führ Lajossal, aki megtiltotta neki, hogy használja a Führ nevet. Úgyhogy nem tudom most mi lesz, hogy Deutsch kötőjel Tamás, vagy Deutsch kötőjel pont-pont-pont Tamás, mert ez milyen? Vagy lehet, hogy ugye a személyigazolványban is ki fogják kockázni, hogy Führ. Mint a tévében, nagyon veszélyes. Nem kell fölvenni a más nevét, ebből ez a tanúság. Illetve azt is olvastam, ez már komoly tudományos munka, tehát nem ilyen vicces, mint az előző, hogy 2050-re annyian leszünk a Földön, hülyék normálisok együtt, főleg hülyék, annyian leszünk, hogy kellene még plusz 1 milliárd hektár termőföld. De nincs. És azt mondta az okos, az lesz a megoldás, hogy a nagy 112.2700 millió emeletes nagy házak tetején lesz a termőföld. Oda felviszik, tudod, árulod majd a telket, 2 hektár eladó. Na, megegyezünk, 2 hektár, na reggelre vigyel meg kell a hely. Fölhordják majd a tetőre, és majd ott lesz a búzatábla, úgyhogy ezek a kékinges bankárok majd az 50-ről, hogy levezessék a munkai stresszt, nem golfozni, mert fölmegyünk a 100-ra kaszálni egy kicsit. Te meg állsz a liftnél, nyomod a gombot, megáll az ajtó, és benn van 3 tehén. Mennek legelni, vász. Vagy egy paraszt egy taliska trágyával. Jó napot, jó napot. Szóval erre lehet számítani 2050-re. Most viszont következik a hazai humor oroszlánya, akit mindenki úgy ismer, hogy Bödöcs Tibor. Különösen én köszönöm, hogy többször azt mondta, hogy köszönöm, mert ez lett megbeszélve, hogy amikor azt mondja, hogy köszönöm, akkor rohanhatok be. 4 köszönöm volt, azért vagyok így lefőve, mint az állam. Mindegy. Tibor úgy csinál, mintha ő feléjük csak a férfiak innának. Ti is úgy csináltok. Én beismerem, hogy nálunk a nők is isznak, amivel az a probléma, hogyha a család együtt megy el a 304-es italbolt kupola termébe szórakozni, és otthon van a gyerek, innen nincs babysitter. Érted? Most mi lesz a gyerekkel? Segítek neked, ha te is innál, meg anya is. 3 éves korig bejön, indulás előtt 1,5 kiló disznózsírral körbekened a fürdőkádat, a kicsit beleteszed víz nélkül, hazamentek, ott lesz. Amikor készítünk erre a műsorra, tartottunk egy gag partit egy étterembe, és bejött 3 csinos hölgy, így ránk nézett az egyik, és azt mondta, jaj, a fiúk a tévéből! Mondom neki, jaj, a lányok a tévé elől! Szoktuk nézni a műsort, nagyon tetszik! Szoktuk nézni mi is titeket, öltözzetek fel rendesen! Újra itt vannak a fiúk a tévéből, ugye? Feladvány jön. Ki van a képen? Mi van a... Senki. Nem fogadom el. Ki van a képen és mit csinál? Nem tudja senki. Segítek, Hajdú Péter és Sarka Kata, és vagy fordítva. Hát, hogy mit csinál, az már kétesélyes. Hát valószínűleg egy virslit esznek. Vagy sült krumplit. Esetleg Katának beszorult valami két foga közé, és nem tudja, mit kell csinálni, és Péter segít neki, onnan kiharapja a kis cafatot. Vagy, ami sokkal valószínűbb, Péter lefekvés előtt feszesre fújja Katát. Nekem van egy barátom, nem olyan bántóan magas, olyan 90 centi, de magas, tehát ő ilyen magas. Ő mondta, hogy ne nézzük le az alacsony termetű embereket, mint például őt, mert amíg én 15 ezerért vettem magammal a guminőt, neki 4 évért jó a Barbie. És nem is kell felfújni. Na most az újságban az is benne volt, hogy Hajdú Péter, igen így hívják,
beszólt kiszer tündének, média háború. Júj. Vagy azt mondta, hogy olyan buta, hogy amikor ásít a szemét, takarja el, vagy valami nagyon komoly dolgot, és kiszer tünde azt ígérte, hogy meg fogja veretni Hajdu Pétert egy barátjával. Ez már tényleg háború. Továbbá benne van, hogy Hajdu Péter hát a varázscerka környékét hát rendezi, tehát nem tudom, hogy epiláltat vagy trimmel, mert az epilálás az fájdalmas, a trimmelés meg veszélyes. És hogyha én lennék kiszeltünde, akkor kivárnám a legváratlanabb pillanatot, ahogy ő ígérte, mondjuk amikor Péter éppen babrál a varázscerkával, ráküldeném a barátomat, Sebeők Jánost javaslom, mert nem azért, mert erős, befér a levélbedobón. És amikor Péter borotválkozik, hátulról egy széklábbal, csak hopnyisz! És vége. Egyébként azt mondta egy kollégám, aki szintén karban tartja a dzsungelt, hogy nagyobbnak látszik tőle, ha le van vágva. Úgyhogy szerintem Péternél ez egy láthatósági nyírás, hogy egyáltalán lássa valaki. Nézzétek el, állítólag egy számítógép billentyűzeten több baktérium van, mint egy WC ülőkén. Na most ki nem szarja le? Én egyiket sem nyalogatom, szó szerint. És a múltkor a bejelölt Simon Tornyáról ismerősnek egy Topi nevű kutya. Hát azért ez elgondolkodtató, mert hogy tud írni, olvasni, jó, elhiszem. De ki engedi oda a géphez? Letölt valami szarvírust, érted? Nézem, hát amilyen fiatal korom volt, lehet, hogy megvolt. Ismerem, rágyomtam, ismerem, gondolkodjál. És ez elindított egy ilyen lavinát, hát jelenleg az ismerőseim, mert 99%-ban az ipről ismerem. Úgyhogy rettenetes nagy csapdába jutottam ezzel az egésszel. Tény, nem nyalogatom tovább a billentyűzetet, eddig se tettem, de hát az is hülye, aki ezt csinálja. Na, a múltkor bementem a Súlyponti Duma Színházba, ezt Belicai Balázs nevezte így el, hogy Súlyponti Duma Színház, ott kezdtünk először dolgozni, megyek be és hallom, hogy valaki Belicai Balázst utánozza. Oda nézek, és ott állt a Hiller István. Beindult a közmunka program, ugye bárki dolgozhat már, ahogy kedve van. Azt képzeltük el Pataki Balázsral, Fráger Balázsral és Hatházi Lászlóval, hogy vajon ugye ez a klasszikus állásokon kívül kicsit nagyobb felelősséggel járó állásokba is hogyan lehetne közmunkásokat elhelyezni. A jelenetet előadja gyakorlatilag mindenki. Aradi Tibor, Hatházi László, Janklovics Péter, Vida Péter, Murányi Tünde, Mogács Dániel, Lengyel Tamás és én. Köszönjük szépen, még csak följöttünk a színpadra, jó? Az első helyszínünk egy irányító torony. Milyen szép ablak, mint a... Mint a Dómuszi, amikor azt pucoltuk. Ja, de legalább az földszintes volt, nem úgy, mint ez az irányító torony. Neked is van ilyen pittyegős genyó? Ha kijön a három piros repülő, visszakapod a pénzt. Jaj, nézed már, hogy megy egymás felé a piros meg a zöld repülő. Teszek 200-at a pirosra. Hoppa! Eltűnt. Itt a piros, hol a piros? De nem fog ez a gép hiányozni valakinek? Ja, mi rész lehetett benne? Mindegy, ma jön másik. Max, nem hagyunk felszállni senkit, azt nem lesz hiány. Halló? Liszt Feri, Bréko. Azonosítszad magad. Jaj, én vagyok, az csumidázom a szádat, a Béla. Akkor betűzzed.
tűzzek be, hova? Nem mit, hova, hanem hogy mondod, hogy Béla? Hát így-e, Béla! Ne szórakozzatok, Karcsi Bakker, mindjárt lemerül az egységem, vissza tudtok hinni? Roamingba vagy? Nem testvérem, valami bazi nagy gépbe joystick ezek. Mindjárt mondom, ez a Boeing, mondjuk tényleg elég nagy rám. Béla, kupogtasz ma, meg mi bő van? Ha, lehet, tudok rá vevőt. Hallod, mágnes van nálad? Ha vasból van, szólok Gyanús Lajosnak. Van neki akusflexe. Szétkapja még a levegőbe. Figyeljél, testvér, megadom a kazincbalcikai mételebb koordinátáit. Na, oda kéne letenni a gépet. A Lajos majd karácsonyfa izzóból kirakja a leszállót. Hallod, Béla? Béla! Béla, itt vagy még? Ez a piros is eltűnt. Szerintem sose fog kijönni a három repülő. Következő helyszínünk egy műtő. Na, akkor szerintem kezdjük a műtétet. Hozzam Marika a pörzsölőt! Altatni? Hát nem tudom, itt mi a szokás. Nálunk a disznó ezt nem igényelte. Ja. Esetleg rá lehelhetek. Kicsit összeállítta magát a beteg. Hát akkor valami hagyományos altatóval próbálkozunk. Jó. Mondja már, a Baobita alszik. Hát ez nagyon szép volt, de még ébren van. Valami erősebb altató kéne. Jó. Baobita! Jó lesz, elájult. Na, akkor csontra bontsam, orjára vagy hagyjunk sonkának valót. Hát én azt hiszem, csak vakbél lesz. Ó, az bízza csak ide. Marika, hozzatok már lavort a vérnek! Aranyom, maga meg menjen, hogy pirítson egy kis hagymát. Adjak hozzá egy kis répát is. Ne, igen, nem. Az biztos, hogy vakbél? Hát nem, de úgyse látszik, hát alszik. Hát akkor vágjuk meg, azt valjuk össze. Jó, lenyalom a kést. Hát úgyis most ittam 5 vodkát, úgy véletlenül. Tudja, mit én? Belekarcolom, hogy szeretlek, Marika. Nem is tudom, kicsi elfáradta. Szar szakma ez a sebészet. Nincs egy ásó, ha elfárad az ember, nem tud mind megtámaszkodni. Egy atomerőmű irányító termében vagyunk, ahol két kabinos próbál megbirkózni a problémákkal. Számolj vissza 3-tól a hangos bemondóban. Mindjárt indítom a hullámot a Madame Curie izotóposban. Várjál, még bent vannak páran a nyugdíjas csoportból. Gerebjézhetünk megint egész este. Miért zártad le a 2-es hűtővízes blokkot? Hát, mert ott ázik a dinnye. Szeretem, ha jól hasad.
a rohadt. Küld már oda a Sanyit a kis görényhez. Nehogy már lepisáljon a grafitrúdra. Lekapcsolom a tisztátúrót az áramot a francba. Hogy csinálod? Én eddig csak az öltöző világítást kapcsolgattam a Palatinuson. Hát régen vendéglátoztam. Felteszem a vakmant a fülemre. Szó benne a Ajaszka. Annak a ritmusára nyomogatom a színes gombokat. Jó is az, hol az egyik kémény füstöl, hol a másik. Ezzel üzenek én is Ancikának, mi legyen a vacsora. Kettes blokk rántotta, négyes blokk lecsó, fekete füst, meneküljél mocskos gyorsan. Én a légószirénákkal szórakozok. Mikor megjön a műszakos busz, nyomatok nekik egy kis morning show-t. A múltkor az egyik átugrotta a turbinaházat. Én is szeretem a viccet. A múltkor két turistát beengedtem 100 euróért a generátorházba. Mi történt velük? Hát Berlinben voltak, 5 másodperc alatt a kábelen. Te! Azt írja ez a dolog itt, hogy error, meg alarm, meg az miatt. Inkább passziánszra kapcsolom, akkor nem látszik.